Van valami lebilincselően izgalmas abban, hogyha az ember először gyerekként találkozik a horrorok világával, főleg, hogyha ez a 70-es, 80-es évekből származó ifjúságép horrorokat illeti, ugyanis akkoriban még az volt a filmkészítők célja, hogy kiakasszák a szülőket, és hogy egy kis rémületet hozzanak a nézőre, és szerintem ez annak idején nagyon-nagyon összejött, és valahol nekem ez az a dolog, ami nagyon-nagyon hiányzik napjaink horrorfilmjeiből. És tulajdonképpen ez a hatás, illetve a természet felettihez való vonzódásom az oka annak, hogy mind a mai napig már 11 éve óriási Supernatural fan vagyok. És igazából ez az oka annak is, hogy a Stranger Things annyira könnyedén lopta be magát a szívembe. Ritkán találkozol olyan produkcióval, ami azonnal megkedveteti magát, és azonnal belapja magát a szívedbe, arról nem is beszélve, hogy ennyire hűen tükrözi vissza nem csak a stílusát, nem csak a hangulatát, nem csak a karaktereit, nem csak a merészségét a 80-as éveknek, vagy a korábbi évtizedeknek, hanem egy egészen új, modern élmény nyújt, miközben teljes egészében az az érzésed van, mintha a 80-as évekből találtál volna meg egy elfeledett kópiát egy elfeledett projektről, amit valaki valamilyen úton, módon elfelejtett bemutatni, és ez igazából egy felethetetlen élményt tud nyújtani a nézőnek. Mitagadás, én azok közé tartozom, aki Steven Spielberg filmjei nőtt fel, és azok a filmek állnak mindenhol, akik hozzám a legközelebb. Végül is mégiscsak ő a filmes példaképem, akinek filmjei alapjaiban határozták meg az egész gyerekkoromat, és onnantól kezdve az egész életemet is. Tulajdonképpen, ha az ő filmjei nincsenek, akkor én valószínűleg ma nem is ezzel szeretnék foglalkozni, hanem valami egészen más lennék, lehet, hogy valami civilállásom lenne. Az E.T. mindenféleképpen az egyik kedvenc filmem, meg úgy nagyjából minden, amit az Amblin stúdióban készített annak idején, ugyanis rendkívül izgalmas történetek voltak, és most ebben az új sorozatban Steven Spielberg stílusa találkozik Guillermo del Toro-éval, és mindehhez hozzájön még ez a Stephen King-es hatás, és az egésztől a végén felnőtt emberként is kiráz a hideg. A Duffer fivérek rendkívül alapos munkát végeztek, hiába forgattak egy Red Dragon kamerával, mégis visszaadták a 80-as évek filmkópiáinak az igazi hangulatát. És ez megnyilvánul mind a látványban, mind pedig a stílusban, mind pedig a kamerabeállításokban, arról nem is beszélve, hogy mennyire izgalmasan sikerült összetákolni a történetet, ami úgy épül fel, mint egy regény. Ebből kifolyólag valahol egészen kiszámítható, valahol viszont pontosan ebben a kiszámíthatóságában rejlik az igazi varázsa vagy gyönyöre ennek az egész történetnek, ami oly maradandó élményt kovácsol a néző számára, hogy egyszerűen lehetetlen megunni. És ez a 8 óra egy szempillantás alatt véget ér. A kedvenc részem ebben a történetben, hogy három generáció, három különböző módon igyekszik nyomozni. Vannak ugye a gyerekek, akik a gyermeki módon igyekeznek, mégis nagyon-nagyon komolyan és felnőtten. Talán ők a legérettebbek ebben a történetben, mint hogy egyébként ez a 80-as évek összes filmjére jellemző volt, ami ifjúsági film volt. Aztán ott van a tini történet, ami azért volt nagyon izgalmas, mert abba a románcot sikerült becsempészni. Ott teljesen más volt a megközelítés, és ott el is hitették a nézővel egy pillanatig, hogy ebből még akár valami más is kisülhet, mint ami. Aztán közben valahogy mégis nagyon érdekes volt, hogy tulajdonképpen ők a tinik, ők valahol a felnőttek ebben a történetben, viszont valahol mégis ők, az ő módszerük volt a leggyerekesebb, a legátgondolatlanabb, ami nagyon-nagyon érdekes volt. A harmadsorban pedig ott van nekünk a szülői kategória, ahol Winona Ryder játssza az aggódó anyukát, aki hát egy kicsit bekattam, és nagyon-nagyon érdekes fázisokon ment keresztül, és izgalmas volt látni azt, hogy a karaktere hogyan kerül az őrülete bűvöletébe, és hogy hogyan nem tud kikerülni onnan, miközben ő az egyetlen, aki szentül visz abban, hogy a film még mindig életben van. A történet roppant egyszerű, eltűnik Will, a 10 év körüli kisrác, és a barátai, illetve az anyja elkezdenek nyomozni utána, ugyanis ők szentül hisznek abban, hogy Will még életben van, hiszen bizarr körülmények között tűnt el, és ekkor tűnik fel a városban a természet feletti. Egész pontosan egy párhuzamos világba invitáló alagút, amely nagyon-nagyon izgalmas kérdéseket vet fel. Manapság már nagyon ritkán látni jó főcímeket, de azt hiszem a Stranger Thingsnek ezt is sikerült nagyon tökéletesen megragadnia, ugyanis a 80-as évek és Stephen King könyveinek stílusát igyekszik felkonferálni a főcíme, amely a zenével köröltve megalapozza a hangulatot, és onnantól kezdve a néző tisztában van azzal, hogy itt lesz egy kis rémüldözésre lehetősége, és az egész hangulat úgy köszön vissza, hogy van benne egy kis nosztalgia érzés, de közben valahol meg mégis teljesen új élményt képes nyújtani a néző számára, ami miatt Stranger Things szerintem ennek a hétvégének mindenféleképpen a legkiemelkedőbb produktuma volt. Mint óriási kincskereső rajongó, állatira kedvelem ezt a műfajt, ahol az ifjúságnak kell megküzdenie
a felnőtt lét minden bonyodalmával, miközben van egy küldetésük, amiket véghez kell vinniük. Viszont amiért mégis ez a produktum annyira különleges, az az, hogy mennyire tökéletesen ragadja meg a 80-as évek stílusát, hogy mennyire tökéletesen köszön vissza belőle az összes elem, ami meghatározta azt a kort, és hogy mennyivel érettebb ez a történet, mint bármi, amivel ebben az évben találkoztunk, akár tévében, akár moziban, akár képregényekben. Egyszerűen a Duffer fivérek története, a Stranger Things, az a sorozat, amit mindenkinek kötelező megnéznie. És hála a Netflixnek, világszerte mindenhol elérhető. És íme a kérdésem hozzátok, melyik a kedvenc 80-as években játszódó filmetek? Ti is annyira kincskeresők pártiak vagytok, mint én? Vagy számotokra nem annyira az is ifjúsági filmek voltak a meghatározó? Sokkal inkább John Carpenter filmjei határozták meg a gyermekkoratokat? És ha már láttátok a Stranger Things-et, beszéljük meg itt a kommentekben. Ha tetszett a videó, ne felejtsél feliratkozni a csatornára, vagy oszd meg barátaiddal, és uralkodjatok a lájkokon. Vagy adjatok nekem egy fánkot. Bárhogy is legyen, találkozunk hamarosan, addig is nézzetek minél több tévét, mozit, és olvasatok képregényeket. Sziasztok!